Varázsló jelmezbe öltöztették szülei ezt a kisfiút, testvére Mihecskének öltözött. A legkisebbeknek tartottak zenés, verses, farsangi délelőttöt a pécsbányai közösségi házban pénteken. Én nagyon örülök ennek a foglalkozásnak. Nagyon jó, hogy van, mert a gyerekekkel tudunk jönni, lefoglalja őket, és egyébként nagyon jó megmozgatja a gyerekeket. Én szerintem fogok jönni megint, ha nem én, akkor a párommal mindenképp. Na, a gyerekek nagyon örültek neki. Úgyhogy én mindenképp örülök neki, hogy van ez. És köszönjük mindenkinek, aki ezt megszervezte. Mondta ez az édesapa. A környékbeli kisgyerekes családokat várták a baba-mama farsangra a közösségi ház szervezésében. A Pécsi Ifjúságért Egyesület kért föl minket, a Pécsbányai Kulturális Egyesületet és a közösségi házat, hogy vegyünk részt a top maradványpénzeit takaró, Pécskelet szociális rehabilitációját érintő folyamatban. Mi ennek nagyon örültünk, hiszen ennek valóban a középpontjában a közösségépítés van elsősorban. A szakmai vezető elmondta, hogy az utóbbi 2 évben a Covid-járvány miatt a legtöbb program elmaradt. Ezért most, amíg lehet, hasonló eseményeket szerveznek, hogy újra élettel telje meg a kulturális intézmény, így erősítve a helyi közösséget. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsünk.